Tavaly novemberben az újvidéki lakosok átlagosan nettó 62.232 dinárt kerestek. A felmérés az adóhivatal adatai alapján készült. Megkérdeztük az újvidékieket, érzik-e, hogy több a pénzük, mint másnak. Zarade su dosta veće, ali su i troškovi dosta veći. Novi Sad je najskuplji grad, pa moraš i potrošiti tu, šta da radiš? Statistika ovaj put ne laže sad. Da li je to dovoljno? To je sad pitanje. Aranka Dobranić közgazdász szerint a vásárolói kosár ugyan fedezhető Újvidéken, azonban ebben nem számítódnak bele a rezsi költségei, valamint a gyereknevelésre vonatkozó plusz költségek. Szerintem Újvidéken egy átlagos négy személyes, négy fős családnak, tehát 1000-1500 euróra szüksége van, különösen, hogyha kölcsönt fizet le, vagy pedig, hogyha albérletben él, tehát akkor ugye még jobban nőnek a költségek. Az elmúlt hónaphoz képest a fizetések tovább növekedtek. A részletekről Zvezdana Dimitrijevic Janúvai, a Szerbiai Statisztikai Hivatal újvidéki osztályvezetője számolt be. U odnosu na prethodni mjesec bilo je 2,5% povećanje, u odnosu na prethodni period od januara do novembra bilo je 11,5%. Vajdaságban a legalacsonyabb fizetést a bácsi alkalmazottak kapták, akiknek átlagos nettó fizetése 42.270 dinár volt.